betilthatja a tüntetéseket a párizsi Champs-Élysées-en Emmanuel Macron köztársasági elnök. Szombaton a sárga mellényesek az utóbbi időszak leghevesebb demonstrációját tartották a francia főváros híres sugárútján. Számos üzletbe betörtek és egy banképületét is felgyújtották. A nagyjából 10 000-es tömeg kemény magja összecsapott a rendőrökkel, több 100 embert letartóztattak. Úgy nézett ki a környék, mint valami gerilla háború színtere, mint egy háborús zóna. Az egyetlen pozitívum, hogy csak a Champs-Élysées-re koncentrálódott a tüntetés, mondta egy tisztviselő. A pusztítás hírére Macron megszakította a szabadságát, és rendkívüli kabinetülést szervezett. Édouard Philippe kormányfő pedig arról beszélt, hogy új biztonsági intézkedéseket fognak bevezetni a kormány ellenes tüntetéssorozat megfékezésére.